Elkészült az új úttest az Őrtorony utcában és a Templom tér északi részén. A szakemberek ma az utolsó simításokkal is végeztek, kialakították az új útpatkát és eligazították a csatornafedelek környékét. A Kiskanizsai útszakasz felújítására mintegy 18 millió forintot fordított a városüzemeltető cég. Mint arról korábban beszámoltunk, nem csak új aszfalt szőnyeget kapott az út, hanem új alapszerkezetet is. A munkához egy olyan speciális technológiát használtak, amellyel a régi úttestből a helyszínen készült betonminőségi új útalap. Ennek az eljárásnak az előnyei közé tartozik a költséghatékonyság és a gyorsaság is. Gyakorlatilag ezt a 3200 négyzetmétert ezt egy hét alatt elvégezte a kivitelező, úgy, hogy minden délután a lakók megközelíthették a saját ingatlanjaikat, tehát behajthattak az ingatlanra, és hétvégén sem történt munkavégzés, tehát ez sem zavarta a lakosságot. Én nagyon szépen köszönöm egyébként mindenkinek a türelmét, hiszen hozzánk a Viakanizsához a lakosság részéről semmilyen reklamáció, probléma, bejelentés nem érkezett a kivitelezéssel kapcsolatban.